Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója február 4-én kedden. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Tisztán látni! A szembetegségekről volt szó a Királynői Klub idei első előadásán. Táplálkozás és népbetegségek, a Szívbetegekért Egyesület programja a megelőzés fontosságáról szólt. Érzékenyítés. A könyvtárban láthatók azok a gyermekrajzok, amelyek a mozgáskorlátozottak mindennapjairól szólnak. Megnyitotta 2020-at a Királynői Klub. Az idei első klub délután előadója Szalóci Natália szemész szakorvos volt. A főorvos a vakságot okozó 4 leggyakoribb betegséget, annak tüneteit és megelőzési lehetőségeit mutatta be a nagyszámú érdeklődőnek a városi könyvtárban. Elsősorban a makuladegeneráció, másodszorban a cukorbetegség okozta szemfenéki eltérések, illetve betegségek, harmadsorban a zöldhályog és negyedsorban a szürkehályog. Ezek a leggyakoribb időskori megbetegedések is egyben, és talán a munkánk során ezekkel találkozunk leggyakrabban. Ezek azok a betegségek, amelyek folyamatos gondozást igényelnek. Fontos, hogy a betegeknek a együttműködése is megfelelő legyen. A magyarokat érintő népbetegségekről és azok megelőzéséről is hallhattak tegnap a Szívbetegekért Egyesület tagjai a HSMK-ban. A táplálkozás és a civilizációs betegségek összefüggése című előadás nyitott rendezvény volt, így a tagok mellett az egészségmegőrzés iránt érdeklődők is részt vehettek a programon. Az előadó kiemelte, korunk mozgásszegény életmódja, számos betegség okozója lehet, így egyebek mellett a hazánkban is rengeteg embert érintő magas vércukorszinté és magas vérnyomásé is. Ha nem figyelünk az életmódunkra, az étrendünkre, mozgásszegénység van jelen életünkben, akkor az 70-80%-ban előidézője lehet a magas vérnyomásnak. Ezért is ezek így népbetegségek hazánkban, mivel a mozgásterünk beszűkült, az ételek ott vannak egy karnyújtásra a polcokon, tehát effektíve fizikálisan nem teszünk érte túl sok mindent. És ez begyűrűzve ezeket a civilizációs betegségeket hozza elő. Érzékenységről, nyitottságról és érett gondolkodásmódról árulkodnak azok a gyerekrajzok, amelyek a mozgáskorlátozottak mindennapjairól szólnak, és amelyekből kiállítás nyílt tegnap a könyvtár emeletén. A képek a Kanizsai Dorottya Kórház mozgásszervés rehabilitációs osztályának felhívására készültek egy érzékenyítő program részeként. A fogyatékkal élők december 3-ai világnapja alkalmából érzékenyítő programsorozatot szervezett a kórház mozgásszervi és rehabilitációs osztálya. A gyerekek sok mindent megtudtak a mozgássérültek életéről, és még az egyes segédeszközöket is kipróbálták. Az osztály rajzpályázatot is hirdetett, amelyre 7 általános iskola 142 diákja 156 pályamunkát küldött be. Az ötletgazdák szerint a rajzok érzékenységről és érett gondolkodásról árulkodnak, ugyanakkor a mindennapi tapasztalatok alapján még mindig nagy szükség van az érzékenyítő programokra és a szemléletformálásra. Ha van is róla információjuk, nagyon bizonytalanul közelítik, meg nem mernek közeledni a fogyatékkal élő emberekhez, nem tudják a módját, hogy szabad kérdezni, szabad vele leállni, beszélgetni, vagy ezt miként tegyék, és szerintem ezekkel a kis próbálkozásokkal ezzel lehetne egy kicsit változtatni. Helyezések nem születtek, de a témát legjobban feldolgozó rajzokat díjazta a zsűri. A pályamunkákból Szent Balázs napján nyílt kiállítás a könyvtárban, a mozgáskorlátozottak Nagykanizsa városi egyesülete közreműködésével. A püspök és vértanú a segítő szentek közé tartozik, számos gyógyító csodát tulajdonítanak neki. Fontos a szent, és fontos az a mozzanat, amit én azt gondolom, hogy ma már nagyon sok mindenki nem keresztény oldalról is mond, hogy testet és lelket együtt kell gyógyítani. Tehát ezek a szentek pont arra voltak valók, hogy volt a felcsert, tehát volt meg a kovács, aki fogfájás ellen való
Szent Balázsunk, tehát fogfájáskor is szoktak hozzá imádkozni, illetve mindenféle gyógy növényt gyűjteni és megáldatni Szent Balázsra. A kiállítás február 15-ig látható a biblioteka emeletén, de a rajzokat hamarosan beszkennelik és a Városi Könyvtár honlapjára is feltöltik. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Dalos találkozó, nótás kedvű csapatok énekeltek Palinban. Iskola nyitogató, a kiskanizsai iskolával ismerkedhettek meg a leendő elsősök és szüleik. Különleges hobbi állatok, a kiállításon tanácsokat is adtak a tartásukról. Nótaszótó volt hangos szombaton Palin. A városrészben 6. alkalommal rendezték meg a dalos találkozót, melyre nem csak a helyi, hanem a környékbeli hagyományőrző csoportok is ellátogattak. A palini nyugdíjas dal környította meg a találkozót. A városrészben nótás kedvű csapatokat láttak vendégül. Hogy mi a célja ennek a programnak? Hát egyrészt az, hogy fenntartsuk a daloló kedvet, másrészt meg az, hogy próbáljuk ápolgatni egy kicsit a hagyományos dalolgató stílusát a lakosságnak, és hát ahogy itt a ruhákon is lehet látni, aki végignézi, jó kedvel és szeretettel csinálják ezt az asszonyok, fiúk, lányok, férfiak, hölgyek, hát akkor miért ne csinálják? A rendezvényen ezúttal 10 helyi és környékbeli hagyományőrző csoport, valamint énekkar mutatta be tudását. Az éneklés az a lélek nyelve, és ha minden nap mozgatjuk ezeket az erős érzelmeket, akkor abból a környezetnek biztos, hogy jósága válik, és így van ez különösen a közösségekben, azokban a közösségekben, amelyek számára íródott ez a dalos találkozó is. A megjelenteket a városrész önkormányzati képviselője is köszöntötte. Gábris Jácint a híradó kérdésére elmondta, fontos lenne, hogy a jövőben minél több fiatal csatlakozna a hasonló eseményekhez. Nagyon-nagyon-nagyon sok ember bevonásával működhet ez, csak úgy gondolom. Nyilván a kulturális intézményeinkre alapvetően támaszkodni kell, illetve azon dolgozókra, azon hétköznapon és hétköznapok alkalmával is aktív embereknek a munkájára is, akik ebben részt tudnak venni. Nyilván itt nagyon sok embert fel tudnék sorolni, tanároktól elkezdve, az aktív szülőkön, különböző egyesületeken át, akár a direkt az ez irányban működő szakemberekig. A köszöntőket követően a jó hangulatot az Őszi Rózsa dalkör alapozta meg. Az eszteregnyeiek pedig kifejezetten ismert dalokkal készültek, melyek éneklésébe bárki bátran becsatlakozhatott. Megbeszélték ügyes, bajos dolgaikat és a félévi bizonyítványt is a suli rendőrrel a Palini iskola tanulói. Az általános iskolákban nagy szerepet kapnak azok a külsős előadók, akik különböző rendhagyó órákat tartanak. Alsó és felső tagozatban egyaránt jellemző az osztályfőnöki óra keretében érkező vendég. A Palini iskola rendőre Bali Miklós, aki rendszeresen tart felvilágosító és prevenciós órákat az intézményben. Ilyenkor a gyerekek osztályfőnök vagy szaktanár jelenléte nélkül oldottabb hangulatban tehetik fel kérdéseiket a rendőrszázadosnak. Persze azért vannak fő csapás irányok. Ilyen a közlekedésbiztonság, a KRESZ-nek az alapvető ismerete, főleg a kisebb gyermekeknél, akik már közlekednek részben önállóan lak és az iskola között, valamint a nagyobbaknál a dohányzás, az alkoholfogyasztás, valamint a drogprevenciós előadásokról tudok én. Ugyanakkor bármilyen aktuális kérdés fölmerül, a mi iskola rendőrünk készséggel áll a rendelkezésünkre, érdeklődik, hogy vannak olyan problémák, amikről érdemes beszélni a gyermekek előtt. A rendőrszázados szerint rendkívül fontos, hogy a gyerekekkel, főként a kiskamaszokkal beszélgessenek a szülők. Éppen bizonyítványosztási időszak van, illetve hát most lesz a bizonyítványosztás, a félévi bizonyítványosztás. Itt is nagyon fontos az, hogy beszélgessünk ezek a gyerekekkel, a szülők beszélgessenek, folyamatosan tájékozódjanak a gyerekek jegyeiről, viselkedés esetleges problémáiról, mert általában ugyanakkor szokott igazán gond lenni,
amikor ezt elmulasztják, illetve a gyerek úgy érzi, hogy nagyon nem kérdezik meg se az iskolában, illetve nem támogatják sem az iskolában, se otthon, és megpróbál ezekre a helyzetekre saját maga megoldást keresni. És hadd utaljak vissza erre a félévi problémára, itt is ritkán ugyan, de elő szokott fordulni, hogy ennek a következményei az, hogy mikor szorít a cipő, jelen esetben ugye meg kéne magyarázni a jó jegyet, vagy a rossz jegyet, akkor megoldásként próbálja azt, hogy elszökik otthonról, elmegy otthonról. Vali Miklós hangsúlyozta, a prevenciónak van eredménye, a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy ma már a gyermekek egyre fiatalabb korában muszáj elkezdeni a beszélgetést és a felvilágosítást. Iskola nyitogató programot tartottak a hétvégén a Kiskanizsai iskolában. Az intézménnyel és annak szokásaival, valamint a lendő elsős tanítónőkkel kötetlen formában ismerkedtettek meg az iskola választás előtt álló szülők és a gyerekek. Mindent megnézhettek, és ki is próbálhattak a Kiskanizsai iskolában az iskola választás előtt álló gyerekek és szüleik. A programot már hosszú ideje megszervezik az intézményben. Ez a rendezvényünk egy hagyományos sorozatnak a része, hiszen korábban már jártunk kollégákkal az óvodánkba, bemutattuk a leendő tanítónéniket, illetve szülők is voltak nálunk már nyílt tanítási napon. Most a mai napon egy picit megnyílik az iskola, ezért a neve is, hogy iskola nyitogató a mai rendezvénynek. A leendő elsős tanítónők zenés és játékos foglalkozásokkal is kedveskedtek a legkisebbeknek. A rendezvényen a sakkpalota programot is bemutatták, melyet az intézmény a tanterv részeként heti egy órában évek óta sikeresen alkalmaz. Minden kisgyermek részt vesz ezeken az órákon. A cél igazából az, hogy az összefüggéseket felfedeztessük, a tantárgyak közti kapcsolatot elmélyítsük, mindezt a sakkpalota szabályrendszerének a segítségével. A gyerekek nagyon szeretik a sakkot, játékként fogják fel, és az itt elsajátított ismereteket később széles körben tudják alkalmazni az élet bármely területén. A Kiskanizsai iskolában idén szeptemberben várhatóan ismét két elsős osztály indul. A Farsang jegyében születtek meg az alkotások a HSMK-ban a hétvégén. A kézműves játszóházban ezúttal különféle technikával állarcokat és dekorációkat készítettek, a kicsik és nagyok. A szokatlan meleg idő ellenére pedig érdeklődőből sem volt hiány. Kézműves játszóház legközelebb március 14-én lesz. A március 15-i ünneprehez kapcsolódunk majd. Hát huszárcsákot készíthetnek meg, hát csinálhatnak majd gyöngyből kis karkötőt, nemzeti színben, meg kis kokárdát, hát amihez a kedvük lesz majd a gyerekeknek. Rózsás kakadút, gyémánt galambot és leopárd teknőst is láthattak az érdeklődők a hétvégén Nagykanizsán. A német család ezúttal is különleges hobbi állatokkal érkezett a Honvéd kaszinóba. A kiállításon nem csak bemutatták a különleges kedvenceket, hanem a tartásukról hasznos tanácsokat is adtak a szervezők. Idén Zorro, a Dél-Amerikában őshonos fekete sapkás papagáj varázsolta el a közönséget. A madárral a legkisebbek egy közös fotót is készíthettek. Főleg azt szeretem, hogyha valaki lát olyat, amit még nem látott, illetve van, aki azt mondja, hogy hát ezt állatkereskedésben látom, igen, lehet látni őket, egyébként bárki tarthatja otthon megfelelő tudással, mert az nem mindegy, hogy azt nem szabad elsiklani a fölött, hogy állat mennyi törődést igényel, mert ő például sokat, mert ilyen kis szelíd, és vele mindig kell játszani, foglalkozni, de például egy kamélaonnal nem, őt nem kell simogatni, nem kell kivenni, nem kell vele mindenfélét csinálni, úgyhogy általában ez ilyen megbeszélés tárgya jó esetben családokban, illetve ha megkérdeznek engem, nagyon szívesen elmondom, hogy melyik állattal mennyi időt kell foglalkozni, illetve milyen táplálást igényel, ez mivel jár anyagilag, és így tovább. Győzött a hétvégi mérkőzésén a kanizsai vadmacskák ese. A női amatőr NB1 zöld csoportjába játszó alakulat az atomerőmű KSC Szekszárdot fogadta a cserháti csarnokban. A bajnokság 14. fordulóját váltakozón kezdte a vadmacskák. Az első negyedben ugyanis kikapott, a második negyedet azonban 19-17-tel zárta. Az utolsó két negyedben már magabiztosabban játszottak a kanizsaiak, a végeredmény így 74-61 lett. A vadmacskák legközelebb idegenben szerepel, a lányok az Elte Fortis csapatával mérkőznek meg február 8-án. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban.
tisztán látni. A szembetegségekről volt szó a Királynői Klub idei első előadásán. Táplálkozás és népbetegségek, a Szívbetegekért Egyesület programja a megelőzés fontosságáról szólt. Érzékenyítés, a könyvtárban láthatók azok a gyermekrajzok, amelyek a mozgáskorlátozottak mindennapjairól szólnak. Ez volt a Kanizsa TV híradója február 4-én, kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!